Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt már a hosszabbítás, amelyben asztali tenisz, de nem csak asztali tenisz. A stúdió vendége Zakar Kristóf, köszöntelek és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Mondtam én többek között azért, hogy nem csak asztali tenisz, mert hiszen az NB1-es csapatnak, a Superinfo CVS-e, NB1-es asztali tenisz csapatának oszlopos tagja vagy, de azért itt kopogós dolgokról hoztál itt, majd illusztráld is, majd arra kérek rá, szóval a kopogós asztali teniszről vagy versenyről is lesz szó, illetőleg tekpongról, hiszen világranglista vezető vagy, amihez ezúton is gratulálok. Köszönöm szépen. De kezdjük akkor az NB1-gel és a szereplésetekkel. Mit tud most idáig felmutatni a csapat? Ezen a hétvégén is nyertetek egyébként, meg súgom. Igen, igen, köszönjük az információt. Igen, hál' Istennek nyertünk 10-4-re a KSC ellen, most jelenleg ötödikek vagyunk az NB1-es tabellán, ami szerintem a várakozásokat felülmúlja jelenleg. Szóval én azt mondom, hogy ha ezt évvégig tudjuk tartani, akkor elégedettek lehetünk magunkkal. Te mikor, hogyan és milyen körülmények között vágtál bele a pingpongba? Mert ez, én tudom, hogy nem a múlt héten történt, és azt is, hogy első szerelem, és le is ragadtál rögtön ennél a sportágnál. Igen, igen. Hát ilyen 7-8 éves koromban, hogyha jól emlékszem, akkor irattak be szüleim. Bementem, megnéztem, tetszett nagyon a pingpong, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor megragadok ennél a sportnál. Hát igen, nem volt más igazából, valószínűleg, mert lehet, hogy tök béna voltam máshoz, és ez meg így tetszett, mert így mellette azért így focizgatni is volt, hogy voltam haverokkal, de hát az nem sok tehetségem volt ezek szerint, tehát így úgy voltam vele, hogy inkább a pingpong is azzal. Hát azzal talán jól járok. Fogja te szavaiddal éljek, én nem hiszem, hogy tök béna voltál máshoz, de hogy ehhez meg tuti nem vagy béna, az biztos, hiszen például, és akkor itt most már akkor rá is térnék a kopogós versenyekre, többszörös országos bajnok vagy, és nyertél Európa-bajnokságot, illetőleg 16 közé jutottál a végén. Hogyan emlékszel vissza ezekre a versenyekre? Hát nagyon, nagyon nagy élmények voltak ezek. Hát igazából ez a kopogósnál először 2014-ben jutottam ki a VB-re, ami igazából ennek volt egy ilyen viccesebb története. Tehát hogy ez ugye a... Tehát itt nincsen soft, itt nincsen soft, hanem egy smirli papír van, és akkor ugye ennek egy ilyen, ugye az is nevezik kopogósan, mert azért egy elég erős kopogós hangja van, ami... Tehát én is mivel játszhattam 45-50. Van egy ilyen nosztalgikus hangulata is valóban, tehát hogy 14-ben jutottam ki először, de akkor még csak úgy voltam vele, hogy nem is voltak ilyen komolyabb szándék, ami emlékszem, hogy Kecskeméten volt a kvalifikáció, és mikor készültem rá, akkor lementem a kecskeméti srácokkal gyakorolni, és azt hiszem az volt a mérlegem, hogy egyet nyertem, és 11-et vesztettem, tehát több meccset játszottunk négyőjükkel, és amikor már ott volt a kvalifikáció, akkor viszont 3-ból 2-jüket megvertem, és igazából csak a döntőbe kaptam ki az egyiktől, de ugye 2 kvalifikált ki, tehát ott már az kvázi tét nélküli meccs volt, és így ezáltal a londoni VB-re is kijutottam. Egy rövid szabályismertetésre felkérlek, mert nem teljesen ugyanaz, mint a hagyományos asztali tenisz, bár az asztal, meg a méretek, az a szabvány, de egyébként így, itt azért van így, más is. Igen, így van, tehát ugye, ahogy az előbb is mutattam, az ütő az ugye más, abban így is nagyon professzionálisan említett, tehát hogy tényleg nem gumi borítás van, tehát ezzel másabb az ütő, és ugye igazából szabálybeli különbségek vannak, tehát 15-ig tart egy szett, és 2 nyert szettre játszunk, és ami unikális az egészben, az a dupla labda, ami vagy dupla pontot érő labda, ami azt jelenti, hogy a szerválló kikérheti, és hogyha megcsinálja a pontot, akkor az 2 pont, ha meg elveszi, akkor az viszont 1 pont az ellenfélnek, és ezzel lehet még élni, ezzel a szabályatta lehetőséggel. Ami az eredményeidet illeti, és az eddigi csúcspontot, az egyértelműen az, hogy 16 közé jutottál a VB-n, mert azért egy Európa-bajnoki elsőség sem egy utolsó dolog. Igen, de nekem azért a VB 16 között áll nagyon között a szívemhez, tehát ott igazából annyit érdemes még tudni, hogy ez Londonban van, az Alexandra Place-ba, amit mondjuk biztos sokan is tudnak róla, nem ugye régiben ért véget a darts világbajnokság, tehát mi ugyanabban az épületben játszunk ezt a kopogós világbajnokság. Hát hatalmas, tehát nekem óriási nagy élmény az egész atmoszféra, tényleg
tényleg több száz néző van, tehát hogy ez hatalmas, hatalmas élmény, és tényleg tök jó kapcsolatokat tudunk kialakítani a többiekkel is, tehát sok, sok olyan szurkolóval is tudtam beszélni, akivel egy közelebbi kapcsolatba kerültünk, szóval, szóval hatalmas, hatalmas élmény. Mind, mind az épület, mind az egész, az épület varázsa, de mind az egész verseny atmoszférája. És nagyon sok jó játékos indult, tehát hogy nagy a, nagy a minőség is a versenyen. Hogyan, mikor és milyen körülmények között kerültél kapcsolatba a Tekponggal? Amiről azt kell tudni, hogy ez egy tekball asztalon játszátok. Igen. Tehát ez egy tekball asztalon játszott pingpong, végül is így leegyszerűsítve, hát én 2019 novemberében volt erről egy, vagy volt egy tekpong világbajnokság, de ez még legelén úgy volt, hogy ez egy ilyen nyílt versenynek volt meghirdetve, és akkor a Pálos Peti barátommal, aki szintén pingpongos, ő vele beszélt meg, ő is nyitott volt mindig az újdonságokra, én is, ugye szállna Popogosból is kitalálta, hogy ezek a pingponghoz kapcsolódó ilyen újdonságok, ezek így szívemhez közel állnak, és akkor elmentünk, játszani kipróbáltuk, igazából így fogalmunk nem volt, hogy ezt hol lehetne elkezdeni, és akkor így pont valonnan rémett, hogy a pont Pesten a Deák téren van egy ilyen asztal, és akkor lementünk, kipróbáltuk. Hát ott milyenek voltak az első ütések? Ez egy íves. Hát igen, hát nagyon furcsa volt persze, tehát azért itt kellett egy ilyen fél óra, egy órának eltenni, amíg úgy érdemben tudtunk játszani, mert ez teljesen más, ugye hozzászokni ahhoz, hogyha az asztal végére üti az ember a labdát, akkor az lecsúszik, de érdekes volt meg tényleg azért ezt az újdonságot is meg kellett tanulni, meg hát ugye vicces volt az elején, mert ugye a tekból akkor már azért úgy már felszálló ágba volt, és pont volt, hogy utána megjöttek van a tekbólosok, és így néztek minket, hogy ez a két hülye meg mit csinált, ez nem erre való, de hát mi mondtuk, hogy de hát erről pont lesz majd egy verseny, és arra készülünk, szóval. Szabályismertetés szintén, akkor felkérlek a tekpon kapcsán is, mert itt is más. Igen. Hát itt is az ütő egy ilyen szabványütő, és itt 12-ig tart egy játszma. Dupla pont itt is van? Dupla pont itt is van, de itt annyi kis finomítás van, hogyha mondjuk én szerválok, vagy tehát hogyha mondjuk én kérem ki, akkor szerválóként és fogadóként is kikérhetem, és hogyha megcsinálom, az ugye 2 pont számodra meg 1 pont. És ugye annyi szabály még van, tehát a szerv az egy olyan, hogy az kvázi mint a teniszbe, tehát hogy 2 méteres távról kell szerválni. Ilyen ugye ennek az a formája az egészben azért, hogyha nagyon az asztal végére tudod szerválni, akkor az teljesen lecsúszik, és kvázi visszahatatlan, tehát hogy nagyon alulra kell nyúlni, hogy ezt valahogy vissza tudja adni az ember, tehát az kvázi mondhatjuk, hogy lehetetlen. És akkor még annyi van, hogy az idézőjeles hálóról, ami egy műanyag az asztalon, ott ha visszapattan a labda, akkor azt még be lehet ütni, vagy lehet folytatni, tehát ott nem áll meg az élet, meg a labda menese. Ellentétben a kopogóssal, ahol van ütőcsere, itt igen. Nincs, ugye? De itt is van. Itt is van ütőcsere? Igen. Akkor erről néhány részletet azt meg velünk, ez hogy működik a gyakorlatban? Tehát, hogy ugye itt is az van, ugye, mint a kopogósban is, hogyha az ember lejátsza a szettet, akkor nem az van, mint klasszikusan a pingpongban, hogy magaddal viszed és átviszed a túlsó térfélre, hanem ott van, igazából van ez a Q felirat, vagy ez a tekpondnak ez a Q kis felirat, és akkor, hogyha arra rá kell helyezni az ütőt, és akkor az, amivel én játszottam az adott szettbe, akkor a következő szettbe te fogsz azzal játszani, és ez egy ilyen mindenki ugyanolyan esélyekkel. Most azért hozzá kell tenni, most így a Covid helyzet miatt azért ezt kerültük, tehát nyilván, uh-huh. de hogy alapvetőleg ez a... De abszolút egyenlőek a feltételek, nem? Igen. Hát ugye a kopogósnak meg a tekpongnak is azért az a varázsa, hogy tényleg itt mindenki egyenlő feltétel, ugye a pingpongban azért amilyen elharapózott árak is vannak már, meg minden tényleg egy ütővel kapcsolatban ennek azért, vagy a kopogósról biztosan tudom, ott volt ennek egy ilyen üzenete, hogy tényleg mindenki ugyanolyan eséllyel lépjen fel, és igazából az egy korrekt viszonyokat teremt. Hogyan vezetett az út a világranglista tetejéig? Már a világranglista vezető, vagy nem győző mansúlyozó? Hál' Istennek, igen. Hát ugye ez a 19-ben indult el ez az egész sport, tehát ez még azért elég egy friss történet,
Hát ugye ezzel kapcsolatban van sok egy ilyen Challenger Cup-nak nevezett verseny, amin úgy elég gyakran indultam, amikor volt rá lehetőség, meg volt világbajnokság, tehát hát is ugye erről van egy, ezeket összegezve van egy világranglista, és ezzel most nem vagyok az első, és ugye pont ebből kifolyólag volt pont most novemberben egy ilyen Masters-nek nevezett verseny, ahol a világranglista legjobb 8 helyezettje indult, és ezt sikerült meg. Hál' Istennek. Kérdése provokatív, mert tudom, hogy... Jó, hát köszi. Hál' Istennek én nyertem meg, és hát az is az Budapesten rendezték, és nagyon nagy élmény volt, pont a döntőnek már ilyen show jellege is volt, tehát ott volt már egy ilyen néző sereg, meg ilyenek, szóval, de nagy élmény volt is. Mennyit van lehetőséged ilyen asztalon gyakorolni? Hát, és kivel? Hát ugye, már az ellenfél se állt. Igen. Tehát, hogy ugye említettem nekem, főleg ugye a Pálos Petivel szoktunk, tehát most is például erre a Masters versenyre, amit az előbb említettem, így vele készültem. Hát vannak azért lehetőségek, tehát vannak termek. Hát ugye relatíve sok asszal van azért szabadtéren is, de hát azért mondjuk az időjárás nem mindig kegyes hozzánk, tehát azért téli kabátban meg nem tudom, sapkasába játszani, azért nem biztos a legideálisabb, de nyilván jó időben esetleg mint B-termnek jó. És igazából vannak masszaitén szermek is, ahol van felállítva ilyen techpong, vagy techball, azt igazából ez ilyen multifunkcionális, de van a techballnak is egy ilyen, kvázi ilyen központja, és például ott gyakoroltunk most erre a Masters-re is. Tehát, és ott van felállítva asztal is, oda bármikor így kvázi be lehet menni. Akár a kopogós kapcsán, de inkább elsősorban a techpongra vonatkozik a kérdésem. Mennyire tudtok most így jelen helyzetben a koronavírus járvány közepén, remélem most már vége felé tartva, mennyire tudtok tervezni, mennyire láttok előre? Hát sajnos ugye ez is teljesen bizonytalan, tehát ugye ennek azért, amikor nagyon a csúcsán voltunk így a pandémiának, ott teljesen le volt fújva minden verseny, tehát igazából pont ez a novemberi volt az első verseny. Ez a budapesti? Igen, és emlékszem, hogy 2020 márciusában még volt Ausztriában egy verseny, amire elmentünk, mondjuk sors fintorra volt, hogy pont egy korona nevezetű hotelba szálltam meg, szóval az volt egy ilyen része is a történetnek. Az március 7-én volt, tehát hogy az tehát igazából eddig a legutóbbi két verseny, amit a pandémia szétszabott két verseny, azon részt vettem. Hát előre tekintve, hát még mindenki most próbál így ezzel szervezkedni, tehát a szervezőket is így kérdeztem már a techpongot illetően, de azért most állnak nekik ő is, vagy ők is az ilyen háttérmunkának, és igazából erről még nagyon exakt dolgokat nem lehetett tudni. De abszolút szándéka van, hogy ez mondjuk jövő év folyamán beinduljon. Ez év folyamán. Most ja, hát én még a múltban élek. Igen. Bocsánat, hogy elkezdtem ezt. Igen, persze. Igen. Ezt még szoktunk el. Igen. Kristóf, köszönöm szépen, hogy nálunk jártál. Sok sikert, jó munkát, gratulálok az eddigiek. Köszönöm, hogy meghívtad. És hát sok sikert a továbbiak. Köszönöm szépen. Még egyszer. Kedves nézők, ez volt a hosszabbítás, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!